Sziasztok! Ezzel a videóval a DaVinci resolve bemutató videósorozatunk utolsó videójához érkeztünk. Záró videónkban a Deliver oldallal fogunk foglalkozni, vagyis a renderelés lehetőségeivel. Kukkantsuk át gyorsan, hogyan is épül fel a Deliver oldal. Az eszköztár ahol lényegében a file renderelés, valamint valamilyen külső, rögzítésre alkalmas eszköz között választhatunk. A nézőke, ami a playhead aktuális pozíciójára mutat. A render queue a renderelésre váró munkalistát tudja megjeleníteni. A timeline-on, vagy idővonalon, lényegében a kirendelendő szakaszt tudjuk beállítani. A render settingsben, ugye mi fájltípusúval fogunk dolgozni, lényegében a formátumot állíthatjuk be. Először is kukkantsunk bele picit ezekbe. A renderelés beállításánál pár social médiára optimalizált lehetőségünk is van. Rendelkezésre áll a YouTube, a Vimeo, illetve a Twitter. Valamint Final Cut verziók, illetve Adobe Premiere számára használatos XML formátumba is renderelhetünk. Anyagunkat ugye kép és videó formájába, de akár kizárólag audio formájába is megtehetjük. Ugye az audio esetén népszerű például a PCN, vagy Pulse Code Modulation, ami ugye egy RAW, vagyis tömörítetlen, vagyis veszteségmentes formátum. Ugye a kiterjesztés szerint pedig WAV, vagy mekek esetén AI formátumban. A tömörítetlen mellett persze az AAC is rendelkezésünkre áll, vagy teljes nevén Advanced Audio Coding. Ugye ez a formátum már tömörített, és a tömörítés mellett lényegében a tömörítetlen CD minőséget kínálja hasznos lehetőség lehet a workspace alatt a data burning, ahol a legkülönbözőbb lényegében metaadatokat tudjuk hozzáadni anyagunkhoz. Legyen az például amennyiben van dátum, a forrásklip neve, vagy timecode. Ugye alapvetően szükségünk van valamilyen metaadatot beégetni, de bizonyos esetben mégsem kell, akkor ezt az Advanced Settings Data burning-ben tudjuk beállítani. Tehát, ha None-ra megyünk, akkor ennek a rendelésnek az esetén nem kerül bele a metaadat. Ugye a rendelés történhet külön klippenként, tehát ugye jelen esetben az történne, hogy a négy snittet az külön-külön fájba rendelné, vagy ugye normális, vagy úgymond alapesetben pedig a single clip, vagyis, hogy egy anyagot csinál belőle. Ugye, hogyha renderelési tartományokat jelölünk ki, akkor persze külön-külön megcsinálhatnánk ezt klippenként. Ami viszont tehát nem lenne túl értelmes dolog, hiszen külön klippenként is megtehetjük. Magát, a renderelés tartományát egy input és egy output tartomány jellemzi. Na most, hogyha mi alapvetően az egész timeline-t szeretnénk kirenderelni, akkor az Entire Timeline-t válasszuk. Mi most a beállításnál maradunk a felvett QuickTime H.264 formátumnál, a framerate természetesen marad, ugye a felbontásnál mi maradunk a sima Full HD-nál, bár ugye maga a felvétel az Ultra HD-be történt. Korlátozást nem teszünk, válasszuk automatikusan a legjobb módot, Ugye audióról nincs értelme beszélni, mert ez esetben nincs, tehát ezt ki is vehetjük. Adunk egy fájnevet, nevet, majd add to render queue. A render queue, tehát egy munkalista, ami az természetesen többet hozzáadhatunk. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy nekünk ugyanez az anyag kell sima hd is, akkor miután beállítottuk, szintén add to render queue. Tehát most, hogy hozzáadtuk, ez a második munka az előbb beállított 720 p lesz. Hogyha van egy beállításunk, amit például sokszor használunk, vagy kedvencünk, azt a következőképpen tudjuk elmenteni. Rákattintunk, miután beállítottuk, amit akartunk, erre a három pontra, majd Save as New Preset. A név megadása után tehát az általunk beállított formátumot tudjuk elmenteni hogy az általunk beállított formátumban az adott rendelési munka elkészüljön, válasszuk ki, majd kattintsunk a Render one -ra. Itt most lényegében létrehozza az adott meghajtón azt az egy darab fájból álló kimeneti anyagot, ami tehát az input és az output között található. Most, hogy a rendelés elkészült, nézzük is meg ezt az egyszerű kis anyagot. Lényegében ebben a videóban, és tehát videósorozatunkban a DaVinci Resolve-ról ennyit szerettünk volna veletek megosztani. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok a kurzus során. Ha tetszettek a videók, dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel. Sziasztok!